Javuló adatok. 3800 embernek biztosítottak munkát az elsődleges munkaerőpiacon tavaly ősz óta Szabolcs megyében. Akadálymentesítés. Infokommunikációs eszközöket kapott a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Adó 1%. Évente mintegy 20 millió forint felajánlást kap az Állatbarát Alapítvány. Embernek sikerült munkát biztosítani az elsődleges munkaerőpiacon tavaly ősz óta a megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eddig elért eredmények folytatását egy jelentős Európai Uniós támogatással biztosítják a jövőben. A cél érdekében a következő hónapokban a megye valamennyi járásában tartanak munkáltatói fórumokat, kedden Nyíregyházán szerveztek hasonlót. Ahogy az egész országban, úgy megyénkben is komoly kihívás jelent a javuló gazdasági és foglalkoztatási helyzet révén kialakult munkaerőhiány. Ennek megoldása együttműködést kíván. Ez volt az egyik fő témája annak a munkáltatói fórumnak, amelyet kedden rendeztek a megyeházán. Az eseményt az Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt keretében szervezték, amelynek fő célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacra tereljék a közfoglalkoztatottként dolgozókat. Minden családnak, minden személynek szeretnénk segíteni, aki pillanatnyilag munkanélkül van, vagy közfoglalkoztatott. Szeretnénk, ha versenyszférában találná meg a helyét, magasabb jövedelemért, kellemesebb, komfortosabb, biztonságérzettel, gazdagabb világért. Ebben a helyzetben természetesen támogatást is kell adnunk, nem csak kívánalmakat megfogalmaznunk. Erre kiváló hivatal, kiváló rendszer ez, amit működik, és hát azokról a támogatási formákról fogunk a tájékoztatást adni, amellyel segíteni tudunk. A támogatási formák mellett nagyon fontos, hogy képzési lehetőségeket is tudjunk ajánlani, hiszen látható és teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok munkát keresőnél alapvetően az a hiányosság, hogy nem rendelkezik azokkal a képességekkel, ismerettel, tudással, a mai modern kor követelményeit már megfogalmazza. Idén 10 milliárd forint Európai Uniós és 600 millió forint hazai forrásá rendelkezésre, hogy az érintettek elhelyezkedését segítsék. Ebből az összegből évvégéig 8000 embernek biztosítanának állást. Tavaly október óta ezt már 3800 ember esetében sikerült a megyében. A 25 év alattiakra külön figyelnek, hiszen fontosnak tartják, hogy már fiatalon megismerkedjenek az elsődleges munkaerőpiaccal, és hogy itt találjanak munkát. Szabolcsban egyébként javuló tendencia figyelhető meg a foglalkoztatottsági adatokat tekintve. Az országos átlag alatt van a foglalkoztatottság is, illetve hogyha a munkanélküliséget nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az országos átlag fölött van, viszont évről évre zárul az olló, és évről évre javul nálunk is a munkaerőpiaci helyzet. Ma már az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik azokon a helyeken, ahol van felvétel, azokon az helyeken meg tudjanak jelenni, és jó eséllyel munkahelyet is kaphassanak. Növekszenek azok az igények, amelyeket a vállalkozások fogalmaznak meg a számunkra, mind a munkaerő képzettségét, mind pedig a munkaerő létszámát tekintve. A fórumon a munkaadók, munkakeresők és az érintett hivatalok képviselői egyaránt elmondhatták véleményüket egy gyümölcsöző kapcsolat kialakítása érdekében. A következő hónapokban pedig a megye valamennyi járásában terveznek hasonló eseményt. Laptopokat és tableteket kaptak a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének tagjai. Az infokommunikációs eszközökre egy projekt keretében pályáztak sikeresen, amelynek köszönhetően országosan 600 mozgáskorlátozott akadálymentesítését tűzték ki célul. A gépek kezelésében mentorok segítik őket. Dobozok az asztalokon, a bennük lévő személyre szabott informatikai eszközöket mostantól ezek a mozgáskorlátozott emberek használhatják. Kedden kapták meg a laptopokat, tableteket a Nyíregyházi Esélycentrumban, amelyekkel a mindennapi online ügyintézést, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést könnyítik meg számukra. Egy részüknél az ügyintéző képességben nincs akkora rutin, és nagyon sokuknál pedig egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azokat a korszerű informatikai eszközöket, amiket a program tud biztosítani. Eszközöket adunk nekik, és ott egészen speciális eszközökről is szó van, tehát egy viszonylag
egyszerű számítógép mellett is előfordulhat, hogy valaki kéz funkciói nem annyira koordináltak, neki például nagy gombos billentyűzetet tudunk adni, amivel könnyebben tudja használni a gépet, de vannak olyan résztvevőink, akiknek majd szemegereget fogunk adni. Ez olyanok számára nyújt majd segítséget, akik abszolút nem tudnak kézzel a klaviatúrán vagy a tabletnek az érintőképernyén ilyen bármit is hagyományosan csinálni. A több mint 700 millió forint uniós támogatással megvalósuló projekt keretében országszerte 600 súlyosan mozgássérült ember infokommunikációs akadálymentesítése történik meg. Ezzel segítve társadalmi felzárkózásukat és aktivitásukat, valamint az önrendelkező életet. Ez a férfi egy laptopot vehetett át és egy speciális egeret is kapott. Ezzel könnyebb lesz számára az ügyintézés. Most egy példát felhozok, mondjuk egy gázbediktálása, egy banki ügyintézés, bármilyen ügyintézés, tehát otthonról tudjam intézni. Országosan 20 szolgáltatási pontot is kialakítottak a helyi egyesületeken keresztül, az érintettek dolgát pedig sorstárs mentorok is megkönnyítik. Segítik azt, hogy tudja az eszközt használni folyamatosan, hogyan használja, és figyelemmel kísérő, hogy tudja-e használni. Ha olyat ér észre a mentor, hogy nem tudja az eszközt használni valamilyen akadályozottság miatt, akkor viszont kap kiegészítő eszközt, amivel használhatóvá válik az eszköz számára. A program lényegében egy adat és tapasztalatgyűjtés, amelynek során egyéni tanácsadást is kapnak a résztvevők. Felkészítik őket az eszközök használatára. Egy akadálymentes, könnyen kezelhető honlapon pedig távsegítséget is igénybe vehetnek. A következő hónapokban várják a tapasztalatokat és a visszajelzéseket. Április 2-a az autizmus világnapja. Erről az ENSZ még 2007-ben döntött. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra és az autizmus spektrum zavarra, hogy ezen a napon a figyelem az autizmusra, az autizmussal élők hétköznapjaira irányuljon, segítve ezzel a megértést, elfogadást, amely 10 milliókat érint világszerte. A szakmai szervezetek becslése szerint ma Magyarországon 100 ezer, a világon több 10 millió ember él autizmus. Egész napos sebességmérő akciót szervez országszerte április 3-án szerdán az Országos Rendőrfőkapitányság. A 24 órás mérésen minden komplex közlekedési ellenőrzési pont használatban lesz, azokon a helyeken állítanak fel trafipaxot, amelyeket a lakosság javasolt. A Speed Maratonra azért van ismét szükség, mert tavaly tovább nőtt a közúti balesetek és a halálos közúti balesetek száma is az utakon az előző évek adataihoz képest. Évente közel 20 millió forint érkezik az Állatbarát Alapítványhoz a felajánlott adó 1%-okból. Ebből fedezik az állatok etetését, orvosi vizsgálatokat és oltásokat. Ezeket évközben folyamatosan pótolni kell, amikre az évközbeni felajánlásokból tudnak tartalékolni, így elkerülhetőek többek között az olyan betegségek, amelyek akár egész telepeket is megfertőzhetnek. Néhány dunántúli állatmenhelyen szopornica járvány jelent meg, néhol egész telepeket végig fertőzött. A közösségi oldalakon pedig azonnal aggódni kezdtek a Nyíregyházi Állatbarát Alapítványért is. Erre azonban semmi ok. Természetesen minden óvintézkedést megtettünk, hogy ki is zárjuk ezt az egész dolgot, úgyhogy szeretnénk, hogyha az emberek nem riadnának meg attól, hogy esetleg ide a menhelyre kijöjjenek, hiszen ugye nekünk is vannak saját kutyáink, természetesen mi sem szeretnénk hazavinni semmit, és nem is viszünk haza. Ez pontosan annak köszönhető, hogy mind a saját állatainak az oltásairól gondoskodunk, mind a telep kutyáinak az oltásairól. Jelen pillanatban az elmúlt héten, körülbelül 3 nap alatt a komplett telepet végigolt kombinált oltással. Ezt 2 hét múlva megismételjük, ezt a kombinált oltást. Ezzel nagy eséllyel kizárható egyébként. Ebben az oltásban benne van a szopornica elleni vakcina is tulajdonképpen, illetve a hatóanyag, illetve sok más betegség is megelőzhető vele. Magyarországon jelenleg csak a veszettség elleni védőoltás kötelező, a szakemberek azonban előszeretettel ajánlják a kombinált oltást.
Ezt a menhelyen is megkapják évente egyszer a kutyák. Többek között ezeket a költségeket is a felajánlott adók 1%-ából tudják fedezni. Évente közel 6000 ember dönt úgy, hogy ezt a támogatást az Állatbarát Alapítványnak ajánlja fel. Az adatok nyilvánosak, tehát bárki megnézheti, hogy melyik szervezet mekkora összeget kapott az adott évben. Körülbelül 20 millió forint érkezik be ugye minden évben. Ez hát nagyjából elköltésre is kerül. Mondhatni azt, hogy a következő időszakig nem húzzuk ki ezzel a 20 millió forinttal, de persze igyekszünk nagyon beosztóan megfogalmazni, illetve meghatározni, hogy mikre költjük ezeket a dolgokat. A hiányzó kieső összeget pedig a folyamatos havi támogatásokkal pótoljuk. Óriásiak az orvosi költségeink. Ugye ugyanúgy, mint az embereknél, a kutyáknál is érzékelhető ugye az éghajlati változásoktól kezdve az ételek, a levegő minősége. Ennek köszönhetően nagyon sok ugye a daganatos kutya, akik bekerülnek. A kullancsfertőzés egy folyamatos probléma, tehát rengeteg babéziás kutyánk van. A parvovírus is rendszeresen jelen van sajnos, nem csak a menhely életében, hanem úgy általában a kiskutyák körében, aminek a kezelése nagyon drága. Illetve hát ugye a folyamatos ivartalanítások, hiszen ez egy alap célunk, egy alap kitűzésünk, hogy az ivartalanítással megpróbáljuk megakadályozni azt, hogy még több kóbor kutya legyen az utcákon, a számuk így is több százezerre rúg. A menhelyen lévő kutyák sétáltatására igyekeznek tematikus, alkalomhoz kötött sétákat szervezni, a tapasztalatok szerint ugyanis így szívesebben kilátogatnak hozzájuk az emberek. Februárban a Valentin napi séta aratott nagy sikert, hasonló programmal készülnek húsvétra, anyák napjára és gyermeknapra is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai engedély nélküli medveprémet találtak egy autó átvizsgálásakor. A pénzügyőrök Záhonynál egy ukrán autót ellenőriztek. A kocsi csomagtartójában egy zsákban elrejtve egy barna medveprémet találtak, amelyhez a sofőr semmilyen hatósági eredetet igazoló engedélyt nem tudott bemutatni. A NAV munkatársai természetkárosítás büntet megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak, valamint a 250 ezer forint érték medveprémet lefoglalták. Autós, robogós és kerékpáros versenyszámokban mérték össze tudásukat a megyei középiskolások a 16. kerékpáros iskola kupa megyei döntőjében. A verseny célja az országos döntőbejutás mellett az is, hogy a középiskolások felkészülten és biztonságosan vegyenek részt a közúti közlekedésben. Elkészült az úgynevezett kerékpáros technikai pálya, a bicikliket pedig már a versenyhez készítik elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Nyíregyházi Vizsgacentrumban. Az idei kerékpáros iskola kupa megyei döntője elméleti versenyszámmal, kressz feladatok megoldásával kezdődött, melyben egymás után vettek részt a kerékpáros, robogós és autós versenyszámokban induló diákok. Ugye a verseny az két részletből áll, az elméleti, illetve a gyakorlati versenyszámból. Az elméleti számban ugye kresztlapot kell kitölteni, ott az elméleti ismereteket, szabályokat kérdezik meg tőlük, abban versengenek a középiskolások. A másik része pedig a gyakorlati számok. Ott kerékpárral, mopeddel, illetve személygépkocsival mérik össze a tudásukat. Vajtó Levente a verseny megnyitóján elmondta, évről évre egyre többen vesznek részt a megmérettetésen, az idei döntőbe így 16 megyei középiskolai csapat jutott be. Középiskolásoknak szól ez a kupa, és hogy mi a célja, mit fogalmaz meg, milyen üzenetet hordoz, az eleve a nevébe benne van. Ugye közlekedés biztonságáról beszélünk. Ugye a középiskolások olyan korba lépnek a középiskola elkezdéseivel, amikor már gépi meghajtású járműre is szereznek vezetői engedélyt, jogosítványt, így tevékeny részesei lehetnek a forgalomnak, és hogy mit üzen nekik ez a verseny. Ugye a közlekedés az a szabályok megtartásáról, a szabályok is kellő ismeretéről szól, ugye a másik üzenete a biztonság, hogy hogyan tudunk biztonságosan közlekedni, nem merészen, nem bátran, amit szoktunk is mindig mondani, hogy a közlekedésben a bátraknak nincs szerencséjük. A kupa döntőjének három versenyszámából egy-egy versenyző jut tovább az országos döntőbe, így az első helyezett kerékpáros, robogós és autós számokban induló képviselheti megyénket a májusi megmérettetésen. Megszerezte 13. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese az MB2 keleti csoportjában a tabellán közvetlenül mögötte álló Deac második csapatát verte 81-64-re. A nyíregyházi kosarasok pénteken Mezőberényben lépnek pályára.
A Sunshine Nyíksi a negyedik, a Deac 2 az ötödik helyen várta a mérkőzést, amelyet a hazaiak kezdtek jobban. Baráne Szavics vezérletével sorra szerezte a kosarakat a házigazda, az első negyedben 35 pontig jutottak a nyíregyháziak, szemben a vendégek 15 egységével. A második 10 perc már kiegyenlítettebb játékot hozott, de egy pontot így is hozzá tudtak tenni előnyük az asztalosék. Fordulás után nehezen vették fel a ritmust a hazaiak, így a Debrecen faragott hátrányából, de igazán közel kerülni nem tudott ellenfeléhez. A Sunshine Nyíksi a záró negyedben is uralta a játékot, és végül 17 pontos győzelmet aratott a rangadón Kovács Tibor együttese. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és már az első negyedben közel 20 pontos különbségre tettünk szert. Elsősorban annak, hogy nagyon jól védekeztünk ilyen szinten, sok lepattanó labdánk volt. Volt 3-4 gyorsindításos lehetőségünk, amit ki is használtunk, illetve hát nagyon fontos volt az, hogy kintről betaláltunk, köszönhetően annak, hogy Zajácz Krisztián egész mérkőzésen nem is hibázott 3 pontost, és az első negyedben ez meglátszott az eredményen is. Az NB2 keleti csoportjának élén a Cegléd áll 17 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 14-2-es méleggel rendelkező Szolnok 2-t és Darts Campus Fesztivált. A Sunshine Nyíksi 13 győzelemmel és 4 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. Tervezget az ember, próbál számolgatni, mi inkább azon a szállásponton vagyunk, hogy mérkőzésre készülünk, de azért nem akarjuk meghazudtolni ezeket a dolgokat. Megnézzük a tabellát, figyelemmel kísérjük természetesen. A realitás az, hogy az előttünk lévő 3 csapat jelenállás szerint most jobb játékerőt képvisel, egyenletesebb teljesítményt nyújt, bravúr lenne bármelyik csapatot megelőzni. Egyelőre a rájátszásban úgy néz ki, hogy a rájátszást a negyedik helyről kezdjük el, és pont ezen a Deac ellen várhatóan, hogyha nem jön valami nagy galiba, és ők sem hibáznak túl sokat. Úgyhogy várhatóan ellenük fogunk a továbbiakban is küzdeni. A Sunshine Nyíksi legközelebb pénteken lép pályára, akkor a tabella 8. helyén álló Mezőberényhez látogat Kovács Tibor együttese. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a 21. paragrafus kupa kispályás labdarúgó tornát, a második helyen a NAV megyei igazgatósága végzett, a harmadik helyet pedig a megyei kormányhivatal együttese szerezte meg a 8 csapatot felvonultató rendezvényen. 21. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a paragrafus kupa kispályás labdarúgó tornát, amelyen az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok mérték össze tudásukat a Bemiskola tornacsarnokában. Az országban egyedülálló rendezvény 2 évtizeddel ezelőtt 4 csapattal indult, most pedig már 8 együttes lépett pályára. Ez annak köszönhető, hogy akik létrehozták dr. Hubai Pál, az ügyvédi kamara elnöke, Kovács András és Szemán Sándor, mint a motorként működtek közre, a lelkes jogászok pedig, hát most is láthatjuk, ma is ugyanúgy fociznak, itt még azok alapító tagok is vannak. A bíróság tagjai között meg a Városháza csapatában is van olyan, aki a kezdetekor is itt volt. Úgyhogy szerintem ez a jogászegylet, a Magyar Jogászegylet vezérkara és a tagok együttműködésének a következménye, hogy még mindig ilyen lelkesen fociznak a fiúk. Szemán Sándor szervezőként és játékosként részt vett valamennyi tornán. A 21. rendezvényen a korábbihoz képest változott a lebonyolítás. Nagyon-nagyon jó a hangulat, és szakmailag is nagyon jó mérkőzések zajlanak, izgalmas. Az új rendszer az, hogy a kérésre minden csapat játszik mindenkivel, ez 8 csapatos tornán 28 mérkőzés jelent, mindenkinek van 7 mérkőzése, de így nagyon jó, mert legalább nem mondhatja senki, hogy gyengébb vagy erősebb ágra került, izgalmas a torna, ugye utolsó mérkőzések zajlanak, de egyelőre is bízunk benne, hogy már vége is így, majd egy nagyon jó hangulatú, sérülésmentes torna, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy 21 éve tudjuk ezt a hagyományt folytatni. A csapatok és az erősorrendek változnak, hiszen 21 év alatt sokan kiöregedtek, jöttek fiatalok, tehát mindig vannak olyanok, akik uralják a mezőnyt 2-3-4 éven keresztül, de ettől szép, meg ettől izgalmas a torna, hogy nem ugyanazok a bajnokok, nem ugyanazok a legjobbak, és ez folyamatosan rotálódik, de nem volt még olyan csapat, akinek ne lennének sikerélményei. A tornát végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a NAV megyei igazgatóság és a megyei kormányhivatal előtt. A gólkirályi címet a megyei törvényszék csapatát erősítő Lakatos László szerezte meg, a legjobb kapusnak csapattársát Éles Krisztiánt választották, a legsportszerűbb csapatnak pedig a kormányhivatal bizonyult.
Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Egyre többen dolgoznak a megyében, a jövőben az arányok javulását egy jelentős Európai Uniós forrás is segíti. Tavaly ősz óta 3800 embernek sikerült munkát biztosítani az elsődleges munkaerő piacon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A közös célokról különböző munkáltatói fórumokon egyeztetnek a szakemberek, a következő hetekben minden járásban szerveznek találkozót. Infokommunikációs eszközöket kapott a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Laptopok és tabletek segítik ezen túl az akadálymentesítést. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően tudták beszerezni ezeket, országosan 600 mozgáskorlátozott érintett a projektben. A digitális eszközök használatát mentorok oktatják majd. Az állatok etetésére, orvosi vizsgálatokra és oltásokra költi az Állatbarát Alapítvány a felajánlott adó 1%-okat. Évente közel 20 millió forint felajánlást kap ilyen formán a szervezet. Magyarországon jelenleg csak a veszettség elleni védőoltás kötelező, a szakemberek azonban előszeretettel ajánlják a kombinált oltást. Ezt a menhelyen is megkapják évente egyszer a kutyák. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 2-án, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Kevés gomoly felhő várható, majd késő estétől megnövekszik a fátyol felhőzet. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 4 fok között alakul. Szerda estig többször megnövekszik a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. Markáns fronthatással nem kell számolni, de meleg front jellegű panaszok lehetnek. A folytatásban továbbra is változékonyság jellemzi majd időjárásunkat. Csütörtökön még helyenként, péntektől azonban már több helyen számíthatunk záporra és kiadósabb esőre is. Sőt, néhol már zivatarok is kialakulhatnak. A déli-délkeleti szél időnként megerősödik, olykor viharossá fokozódik.